Emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egy esélyegyenlőség, jogállamiság és emberi jogok. Az Európai Unió ezen értékeken alapszik. Mégis egyre nagyobb a feszültség az uniós jogalkotás és a tagállamok jogrendszere között. Az Ez itt a kérdés mai adásában utána járunk, hogy politikai vagy jogi kérdés a jogállamiság, valamint szó lesz az európai értékek helyzetéről is. Köszöntöm a stúdióban vendégeinket, Trócsányi László jogászt, európai parlamenti képviselőt, Lovászi László Gábort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársát, Súlyok Mártont, a Matthias Corvinus Kollégium közjogi műhely műhelyvezetőjét, és megadja Gábort, a századvég vezető kutatóját. Önök az Ez itt a kérdés péntek esti adását látják, december 3-án. Jó estét kívánok, én Gulyás István vagyok, és mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, szokás szerint nézzünk meg egy témaindító összeállítást. Nem javaslom, hogy oda jussunk Európában, hogy egyik miniszterelnök vagy bármely tisztségviselője az Uniónak egy másik országba ellátogat, hogy megmossa a fejét jogállamiságügyben. Mert akkor sok minden lesz, de európai egység nem. Úgyhogy azt tudomásul kell venni, hogy Közép-Európában a demokrácia, a sajtószabadság, az alkotmányosság, az nem egy politikai játék. Hetes cikkelyeket lehet indítani a parlamentben politikai alapon, ez itt nálunk becsületbeli ügy. 2010 óta folyamatosan indulnak uniós vizsgálatok Magyarország ellen. Ennek csúcsa a 2018. szeptemberében elfogadott Sargentini jelentés volt, amely szerint az unió alapvető értékei sérülnek Magyarországon. Ebben kritizálták a magyar választási rendszert, az igazságszolgáltatást, a magánélet védelmét, a vallásszabadságot, sőt a hagyományos családmodellt is. Tovább menve az Európai Parlament a 2020. decemberében elfogadott költségvetésében a tagállamoknak szánt kifizetéseket a jogállamiság megvalósulásához kötik. A jogállamiságnak olyan értelmezése, amely 27 politikai berendezkedését, közjogi berendezkedését, kulturális történelmi hátterét tekintve eltérő tagállamra egyaránt érvényes lenne, értelmezhető lenne, ilyen jogállamisági definíció gyakorlatilag nem alkalmazható és nem hozható az Európai Unióban. Az Alapjogokért Központ projektvezetője szerint az az alapvető probléma, hogy mind a 27 tagállam máshogy értelmezi a jogállamiságot. Kovács Attila példaként említette, hogy Hollandiában vagy Svédországban nincs alkotmánybíróság. Magyarországon viszont az alkotmánybíróság feladata a demokratikus jogállam, az alkotmányos rend és az alaptörvényben biztosított jogok védelme. Egy dolog fontos a balliberális politika vezette intézmények számára, hogy mindenki beálljon a sorba. Aki pedig nem lép egyszerre, az nem kap rétes testére. Varga Judit szerint számukra az európai integráció egyet jelent a nemzeti érdek és hagyományos értékek öncélú felülírásával. Már a Brüsszel a szorosabb egységre hivatkozva ragad magához újabb és újabb hatásköröket, akár a tagállamok akarata ellenére is. Uraim, újra és újra fölmerül a jogállamiság, mint kifejezés. Na most van a jogállamiságnak objektív és releváns definíciója, vagy pedig egyfajta politikai korbácsként kell ezt tekinteni, László? Nézd, a jogállam fogalma, amikor kialakul Európában, az a 19. század alapvetően a Németországban nagyon komoly jogtudósok foglalkoztak ezzel, és a cél az volt, hogy a közigazgatás joghoz kell kötni. Ugye korábban, ha szabad így mondanom, a közigazgatás cselekvései nem voltak jogszabályilag rendezve, és ez volt a fő cél, és Otto Mayertől kezdve különböző jogtudósok a jogállam fogalmát megfogalmazták, és azt mondták, hogy már a közigazgatásnak kiszámíthatónak kell lenni. Aztán jött ugye Kelsen, aki szintén egy nagyon híres jogász volt, ugye, és ugye azt mondta, hogy szépen a jognak van egy hierarchiája, hogy annak a tetején van ugye az alkotmány, és az alacsonyabb szintű jogszabálynak meg kell felelnie a felsőbb szintű jogszabályoknak. És igazából ezzel a dologgal, hogy jogállam, mi a szocialista időszakban nem is találkoztunk ezzel a szóval. Én úgy fejeztem be az egyetemet, hogy ez a szó nem hangzott el. Ez egy burzsuá gyanús találmánynak tartották, szocialista törvényességről kellett nekünk tanulni, hozzá kell tenni. Ha a rendszerváltásunkba beérkezett, akkor mi magunk mondtuk azt, hogy Magyarország jogállam.
Az én olvasatomban ez egy jogi fogalom, hozzá kell tenni, de bizonyos értékeket tartalmaz. Természetesen van egy szabad választás, nyilvánvalóan van szólásszabadság, az igazságszolgáltatás független. Tehát vannak olyan értékek az én szemem, az én számomra, az én olvasatomban, amik azt tudom mondani, hogy valamennyi európai országban közös, mert ez egy európai közös örökségnek tekinthető. De utána aztán az egyes országokban már nagyok az eltérések, hozzá kell tenni, és ott már vannak a nemzeti sajátosságok. Tehát olyan fogalom, amikor azt tudjuk mondani, hogy teljes mértékben minden országban azonosképpen értelmezhető, ilyen nincsen. Én azt gondolom, hogy vannak bizonyos alapkérdések, amelyekben azt kell mondani, hogy egyet is tudunk érteni, de utána az államszervezeti felépítést illetően, az állam és egyház kapcsolatát, és még sorolhatom, az identitásnak a kérdése, a családról alkotott fogalmak, ezek mind már olyanok, amelyek viszont már az adott ország történelméhez, kultúrájához kapcsolódnak. Tehát olyan egységes fogalom, amire azt tudjuk mondani, hogy a jogállam, és akkor ebben mindent bele tudok pakolni, ilyen nincs. De van egy bizonyos alap, amire tudok hivatkozni, de utána, az egy létező alap, de utána azon belül az egyes országoknak már van egy saját kultúrájuk. És ez az a tört kultúra, történelmi hagyomány, jogról alkotott felfogás, államszervezetről alkotott alkotás, társadalomról alkotott felfogás, a társadalom és az egyén viszonyában alkotott felfogás, ezekben óriási eltérések vannak. Gábor? Hát az a helyzet, úgy gondolom, hogy lehet, hogy a kérdés úgy nem is így kellene föltenni, hiszen tehát nem arról van szó elsősorban, hogy egy politikai vagy egy jogi kérdés, hanem egyre inkább egy társadalmi kulturális kérdésé válik mindazok a jelenségek, mindazok a kérdések, hiszen például sem a család, sem pedig az embernek nincsen nemzetközi jogi definíciója. Tehát ezek mind olyan értékek, mind olyan kérdések, amelyek itt ebben a vitákban újra nyitják azokat az alapvető értékbeni kérdéseket és kihívásokat, amelyek egyébként, amikor mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor ezek a kérdések adottak voltak, és magától értetődőek voltak. És ezek a, legalábbis ebben a perspektívában ez egy új kihívásként jelentkezik, amire viszont választ kell adnunk. Márta? Még annyit lehetne ehhez hozzátenni a kettő előző felszólalás alapján, hogy nemzetközileg elfogadott konszenzusos fogalom nincs jogi értelemben, ezt a Velencei Bizottság is megerősítette, van egy recept, ha tetszik, egy ilyen checklist, egy lista, hogy ezek körülbelül ide tartoznak, és akkor az egyes nemzeti alkotmányos kultúrákat nyilván ez alapján ítélik meg. Ha szabad még ezt a fogalmat használom, a kulturális relativizmus gyakorlatilag Európában az a jogállamiság fogalma, az egy alkotmányos kultúrához kötötten kulturálisan relatív fogalom ebből a szempontból, mert bejön a nemzeti hagyományok szerepe, a sajátosságok, az alkotmányos berendezkedésnek a kérdése, ugye, ami már aztán átvezet aztán az identitásra és annak az európai szerződésekben való megjelenésére. Tehát minden mindennel összefügg, de jogi szempontból, bocsánat, alapvetően fogalom nincs, jogi szempontból egy cél, én azt ezzel egészíteném még ki, politikai szempontból pedig eszköz, ugye különböző korbács-szerű felhasználási lehetőségei vannak, értékküzdelemre való rávetítésével lehet ezt eszközként használni politikailag, de én úgy gondolom, hogy a jogászok, alkotmányjogászok számára ez egy cél, ugye alkotmánybírósági gyakorlatban lehet ilyet olvasni, ez egy program jellegű norma, tehát törekszünk arra, hogy ugye minél szélesebb körben ez megvalósulhassék, de nyilván, hogy ezt folyamatában kell értékelni minden egyes ország esetében sajátosságokra tekintettel. Gábor? Lehet, hogy nem lepődnek meg a nézők, még látszik is, hogy egyedül én nem vagyok jogász az asztalnál, talán te. De a helyzet az, hogy én hajlamos vagyok azért a politikát látni mögötte, tehát hogyha eltávolodunk a jogi érveléstől, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen mi az, amit számunk érnek. Ugye itt a bejátszóban is elhangzott az, hogy van, ahol mondjuk nincsen alkotmánybíróság. Aztán elképzelhető, hogy vannak olyan európai országok, ahol mondjuk az ügyészség az a kormány alá van, vagy az igazságügyminiszter alá van rendelve. És akkor az a kérdés, hogy ha konkrétumokban nincsen kifogás, mert már annyi jogállam van, ahányféle jog, meg ahányféle állam,
akkor itt valami egészen másról van szó, és itt valamiféle politikai küzdelemről van szó. Politikai érvelésként használják fel ezt, hogy hol teljesülnek a jogállamisági elvárások, és hol nem, és akkor valami egészen mást kell látnunk ebben, mint jogászok vitáját, nem véletlenül használják ezt politikusok. Na de hát ez az, hogy nem véletlenül használják a politikusok, mert a politikusok használják abban a bizonyos épületben, amely ennek a könyvnek is a címlapján van, az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban. Ez egyértelmű, de hát ennek az az oka, hogy Európa egy válaszút előtt áll, és ebben a hatalmas küzdelem van, és vannak olyanok, akik ugye úgy gondolják, hogy az európai integrációban olyan váltásokra van szükség, ahol alapvetően egyrészről az államok szerepét csökkenteni kell, ez nagyon fontos, másrészről pedig nem szabad arra hivatkozni, hogy van egy nemzet meg egy nép, hanem vannak csak sima polgárok, európai polgárok, nem is azt mondjuk, hogy európai országok polgárok, hanem európai polgárok vannak, és kialakítanak egy olyan képet, amikor létre akarja hozni az európai démoszt. Azt az mesterségesen természetesen, és hogy nem veszi figyelembe az, hogy Európa sokszínű, és az a sokszínűség a legszebb Európában, hogy egészen másképpen tekintünk mondjuk egy Skandináviára, mint egy Latinországra. Én ugye magyar vagyok. Emellett mondom, hogy európai vagyok, nekem ez evidencia. Az, hogy én európai vagyok, ez kívülről nagyon érdekes, mert ha valaki elmegy Latin-Amerikába, és akkor azt mondja, hát ez Európából jött. Ez Latin-Amerikából így tűnik a történet. De ugyanakkor nekünk itt, belül vagyunk, nekünk egy sokszínű világban élünk, és ezt a sokszínűségét kívánják, ugye, ha szabad így mondanom, ugye megszüntetni. És egy olyan artificiáltat, mesterséges kialakított rendszert akarnak létrehozni, amelyben természetesen ideológiai misszionárusok dolgoznak. És az ideológiai misszionárusok meghatározzák azt, hogy milyen a jó európai polgár. Az legyen a Skandináviában, Kelet-Európában, Közép-Európában, Nyugat-Európában. És ez az életveszély ebben a történetben, hogy családról, vallásról, kultúráról, teljesen mindegy, sorolhatom a többi dolgokat, ideológusok mondják meg, hogy mi a jó és mi a nem jó. És erre jön még egy nagyon aktív emberi jogi iskola, mert az emberi jog idézőjelben, amiként tényleg ez fontos, csak ugye az a félelmetes, mert már az a világkép alakul ki, hogy az állam az nem védi a polgárait, hanem az államnak ábóvó tulajdonképpen támadja a polgárai. Tehát szükség van a szupranacionalitásra. És a szupranacionalitás ad védelmet egyedül, és ebbe az irányba kíván menni ez a közgondolkodás, nem közgondolkodás, de azok, akik ebbe az irányba viszik. És ebbe a jogállam egy eszköz. Egy olyan eszköz, amit nagyon jól lehet használni, mert tulajdonképpen idézőbe téve ezzel a vádottak padjára ültetünk országokat, politikusokat, stb. Ezzel tulajdonképpen ugye nagyon jó ebbe az irányba lehet vinni a felépítményt. Oké, csak akkor itt önmagukat liberálisnak apostrofáló politikusok. Ők mondják magukról. Mondják ezt, hogy de éppen ez, tehát önmagukat liberálisnak, és ez nagyon fontos, apostrofáló politikusok mondják azt, hogy már pedig erre szükség van. Ha a klasszikus liberalizmust megnézzük, az pont a sokszínűségről szól, pont arról szól, hogy azok az emberi szabadságjogok, amelyek más embernek, más csoportnak az érdekeit, szabadságjogait nem sértik, azok lehetnek. Amit itt láttunk, vagy láthatunk, az egyfajta hát neomarxista hozzáállás. Szellemi totalitarizmus. Aminek a végeredménye, ugye a marxizmusnak a végeredménye a kommunizmus, az a totális egyenlőség társadalma, amiben megszűnik minden, és amiben csak a kommunista polgár létezik, tehát gyakorlatilag ugyanott tartunk, tehát... Hát én úgy gondolom, hogy az alapvető jogokról szóló karta egyértelműen fogalmaz, hiszen azt mondja, és idézem, miközben tiszteletben tartja az európai népek kultúrájának és hagyományainak sokféleségét, a tagállamok nemzeti identitását, stb. Kapcsán ennek érdekében a társadalmi változások, társadalmi haladás, valamint tudományos és technológiai fejlődés fényében szükséges az alapvető jogok megerősítése. Tehát itt nem arról van szó, hogy át kell alakítani ezeket az alapvető jogokat, vagy újra kell értelmezni, hanem a megvívőeket kell megerősíteni a modern technológia függvényében is, meg a múlt, illetve a tradíciók, a hagyományok, a nemzeti identitás tükrében. Igen, de azok a brüsszeli vagy Európai Uniós intézmények, azok nem felé mozognak, amik pillanatnyilag léteznek. De ez azért is van, ez jó is, hogy szóba került az emberi jogi iskola, mert annak alapvetően legalább két
ága van. Ugye van egy, ami 45 után azt mondta, hogy a polgárokat meg kell védeni ugye a túl terjeszkedő hatalomtól, nyilván a második világháború tapasztalata ezt indokolta is, és van egy másik iskolája, amit nem tudom, hogy így nevezik-e, csak most úgy fogom hívni, hogy progresszív iskola, amelyik a létező viszonyokat és a létező közösségeket akarja átalakítani egy általa vallott ideális elképzelés szerint. Ezért akarnak belemászni abba, hogy mi legyen a család, hogy mik legyenek az egyházak, hogy mit mondhatnak egyáltalán az egyházak, hogy a kis közösségek mit mondhatnak, hogy a nemzetek mit mondhatnak. Tehát egészen más irányból közelítenek, tehát nem egy ilyen kvázi jó értelemben vett negatív irányból, hogy meg kell védeni a túlterjeszkedő hatalom ellen. Teszem hozzá, egyébként ma indokolt lenne nem csak az államoktól védeni a polgárokat, mert vannak olyan nagy magánhatalmak, amiktől szintén védeni kellene őket, hanem át akarják alakítani a viszonyokat egy elképzelt ideális ember kép miatt. Még ehhez annyit tennék hozzá, hogy ugye, ha visszagondolunk 45-re és a háború utáni rendezésre, meg arra a célra, amiért létrejött az emberjogi jogvédelem, az állam ebből nyilván tanul, ha ez sikeresen működik, ergo nem bántja, sérti, hanem védelmezi a polgárait. De hát azért erre rengeteg negatív példa van, pont a második világháború után. Igen, de ugye most már nem abban az érában járunk, amit ezzel kapcsolatban mondani szerettem volna az, hogy ugye a szolgáltató, gondoskodó állam fogalmai azért azok bele szűrődnek az alapjogi gondolkodásba is, tehát minél több jogot biztosít az állampolgárai számára, próbálja kiszélesíteni ugye az alapjogi jogosultaknak a körét, és ez egy trend, a másik pedig az, hogy folyamatosan úgy gondolkodunk az állam szerepéről, hogy az állam az nem óv és védelmez, hanem az bánt, ugye, és ezért őt felelősségre kell vonni különböző nemzeti fórumok, nemzetközi fórumok előtt. És ezért van a szupranacionalitás végül is, mert a szupranacionalitás azt mondja, hogy mindent az állam ugye ártalmas, tehát ugye gyakorlatilag nem véd, ennek megfelelően a polgárnak szüksége van a szupranacionalitásra, és szükség van ugye olyan bírói fórumokra, amelyek felülírja gyakorlatilag a nemzeti bíróságoknak ugye a mozgásterét is. Tehát tulajdonképpen a strasbourgi emberők Európai Bíróságra és a Luxemburgi Bíróságra. Még ez se lenne önmagában hatalmas baj, fétés ne essék, hanem a probléma ott van, hogy ez olyan kiterjesztő értelmezések indulnak meg, ami gyakorlatilag, ha szabad így mondanom, nem, amikor elfogadták azokat a normákat, akkor nem arra gondoltak, mint amit ma alkalmaznak. Vagy amit netántán 30 évvel ezelőtt alkalmaztak, a társadalmi valóságban egészen más. Mondok egy konkrét példát, migráció. 30 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt a Strasbourgi Emberi Jogi Európa Egyezmény valószínűleg tökéletesen működött, hisz mondjuk egy pár ember ment ugye át mondjuk a határon, és kért menedékjogot. Tehát nem volt egy jellemző ügy. De ma, amikor 2021-et írunk, és azt mondjuk, ez tömegessé válik, akkor nem lehet alkalmazni ugyanazt a judikatúrát, amit 25 évvel ezelőtt alkalmaztak. És az államok meg vannak kötve. Azért vannak megkötve, mert nem tud cselekedni. Azért nem tud cselekedni, mert rossz judikatúrát alkalmaz, szabad így mondanom, vaskalaposan egy szupranacionális bíróság. Meg ideológikus. Szóval egy abszolút ideológikus módon. És a probléma ott van, hogy a Franciaországban látom, hogy hányan élnek gyakorlatilag papírok nélkül, akit nem sikerül visszaküldeni az eredeti országába. És a francia jogásztársadalomnak a vezetői rimánkodnak, hogy hát kérem szépen nem tudunk mit csinálni, azért nem tudunk mit csinálni, mert a szupranacionális bíróságok megkötnek. De ugyanezt látjuk, mi is hozzá kell tenni, mi is ugyanilyen áldozatok vagyunk ebbe. Tehát itt van egy ideológiai törekvés gyakorlatilag, vitathatatlan, nem mindegy, hogy ki a bíró, nem mindegy az, hogy kik a referenderek, akik a bíró alatt dolgoznak. Ezek nagyon szépen ki vannak alakítva, ezek a rendszerek, hozzá kell tenni, de viszont a mozgástere az állam, annak a cselekvési mozgástere is folyamatosan korlátozódik. És a nagy kérdés, ebből ki tud-e törni. És itt vannak a nemzeti alkotmánybíróságoknak egy szerepük, hogy a nemzeti alkotmánybíróság Csipke Rózsika álmukból kezdenek fölébredni, és azt mondják, hogy stop, nekünk is van ehhez hozzá fűzni valunk, és itt megjelenik az alkotmányos identitásnak a kérdése. Tehát egy csomó időben ébrednek föl, László? Időben ébrednek föl a nemzeti alkotmánybíróság? Azt gondolom, hogy mostanában azt látom, hogy egyre jobb olyan több olyan határozat születik, persze mindegyik vitatárgyát képezheti, jogosan vagy nem jogosan, de jönnek, születnek határozatok. Hát ez azt gondolom, a szupranacionális bíróságok számára tudomásul kell venni, hogy a úgynevezett bírók közötti dialógus az nem lehet egy vertikális, de az nem dialógus. Tehát azt, hogy a Luxemburgi Bíróság, Strasbourgi Bíróság megmondja, hogy ez van, akkor hogy nevezem ezt dialógusnak? A dialógus az, amikor azt mondom, hogy valóban kialakítok olyan mechanizmusokat, hogy egymás joggyakorlatát figyelembe kell venni. Amikor arra hivatkozik egy alkotmánybíróság, hogy nekem egy alkotmányos identitásom van, akkor nem mondhatja egy szupranacionális bíróság, hogy neked az nincs.
Tehát a dialógus az mellérendeltségi pozíciót jelent. Na most ezt ma áttörni, amikor egy vertikális rendszerben vagyunk, nagyon nehéz, de azt gondolom, hogy elindult egyfajta gondolkodás ebbe az irányba. Oké, csak ugyanez a nemzetállamokon belül is egy állandó politikai vitává vált, ugye csak ha Magyarországot nézzük a legutóbbi időszakban, föderális vagy pedig független európai államok szövetségét kell létrehozni, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a föderális Európa mondjuk úgy utópiája kezd erősödni, és ugye van egy nagyon jó mondás, hogy az utópiák megvalósításától őrizkedjünk, mert abból általában nagy baj szokott lenni. Nekem mindig az jut eszembe ezeknél a vitáknál egyébként, hogy az első, tehát hogy közelítsük meg akkor politikai kérdésként az egészet, hogy mi az első kérdés, amit föl kell tenni. Tehát, hogyha elfogulatlan vitát akarunk folytatni arról, hogy mi a jó családkoncepció, és csak úgy vitatkozunk tét nélkül, azt megtehetjük. De amikor arról van szó, hogy meg akarják mondani, hogy mi kell legyen a család definíciója mondjuk a magyar alkotmányos rendben, akkor a helyes kérdés az, hogy nektek mi közöttök van hozzá. Tehát ez a legnagyobb probléma ezzel, hogy valójában beszélgethetünk róla, hogy kinek van igaza, meg kinek nincs igaza, de a kérdés az, hogy nekik mi közük van hozzá. És most egyébként lehet azt mondani, hogy az Európai Parlament ez úgy nem döntéshozó testület, mint mondjuk más európai szervek, de az, amikor mondjuk ők meg akarják mondani, hogy a Lengyel Alkotmánybíróság az illegitim vagy nem? Igen, illegitim vagy nem. Mire a hatásköre, mire nincs? Hát az elég rossz emlékeket ébreszt az emberben. Hát annyi szerencse van ebben a pillanatban, ugye, hogy az igazi döntéshozó testület az gyakorlatilag a tanács, és a tanácsban egyetértés szükséges ahhoz, hogy valami megváltoztathatatlan döntés. Ezért is akarják átjátszani ugye ezeket a szülessen, igen, és egyre inkább az kerül előtérbe, hogy az Európai Bizottság egyfajta univerzális kormányként működjön, amely pedig komoly problémákat jelenthet. Ebből szerinted? Hát ugye, csak vegyük a diszkrimináció kérdéskörét, vagy az antidiszkrimináció kérdéskörét. 2000-ben született meg a két releváns irány ebben a témában, és ezen túlmenően, tehát a foglalkoztatás és a faji alapú megkülönböztetés témájáról beszélek elsősorban. Ezen túlmenően pedig ugye az Európai Tanács azt talán már lassan 12-13 éve nem született meg az a döntés, és nem véletlenül nem született meg az a döntés, hogy ezt az általános esélyegyenlőségi direktívát elfogadják, vagy nem. Mert a tagállamok úgy gondolják, legalábbis egy részük, hogy ez az alkotmányos identitásukhoz, a társadalmi tradícióikus szokásukhoz híven, ez a saját döntési kompetenciáikhoz tartozik, és ugye egy hangúság kell ebben a témában. Viszont ugyanakkor, ahogy miniszter úr is említett, hogy a bíróságok, főleg a Strasbourg Emberi Jogi Bíróságnak a gyakorlata viszont azt mutatja, hogy elkezdődött egy aktivista időszak, hiszen az 1990-es évektől kezdve például a nem átalakító műtétekkel kapcsolatban eleinte nagyon határozott álláspontja volt a bíróságnak, hogy nem véletlenül van férfi és nő, és egy biológiai nemben alakuló családfogalmat használt, és ez viszont folyamatosan lazult, és folyamatosan a ideológia közben trendé vált. Igen, és maga a bíróság meg úgy fogalmazott, hogy nem jogi és nem politikai alapon, hanem azt mondta, hogy figyelembe kell venni, hogy egyes tagállamokban milyen társadalmi változások vannak. Ez viszont azt is jelenti, hogy a többi tagállamnak, hogy előbb elhangzott, egy többi tagállamnak viszont más véleménye lehet ebben a kérdéskörben. Tehát itt van egy ilyen típusú ellentmondás, ami elég nehéz feloldani, és ahogy miniszter úr is mondta, hogy ebből való kitörés az nagyon nagy kihívást és feladatot fog jelenteni a jövőben. Másik dolog, ugye a nemzeti identitásról itt már többször is szó esett, és a hozzá kapcsolódó szuverenizmus. A nemzeti identitást a politikai kommunikációban Brüsszelben egyre inkább átveszi ezt magát a kifejezéseit a nacionalizmus, ami egyébként bizonyos, hát hogy is mondjam, negatív felhangokat kapott az évtizedek, évszázadok folyamán, és ezek a negatív felhangok még mindig rajta vannak. És lecserélték a nacionalizmust, ha valakit ütni akarnak, az nacionalista, és a nemzeti identitás, ami önmagában egy pozitív fogalom, pedig eltűnt. Hát eltűnt, bár ugye több helyen, és egy nagyon konkrét helyen is szerepel ugye az Európai Szerződésben a 4.2 bekezdés az unió általi tiszteletben tartását írja elő ezeknek a nemzeti identitásoknak.
És akkor itt térünk át már a jogállamiság kapcsán is említett kérdésekre. Ugye inherens része ennek az alkotmányos és politikai berendezkedés, és ugye vannak szintén olyan lényegi állami funkciók, amiket az uniónak saját maga által meghatározottan tiszteletben kellene tartania. Ez nem egy taxatív lista, nevesítik a nemzetbiztonságot, a regionális és helyi önkormányzatok együttműködését, de mivel nyílt végű a felsorolás, ezért helye van és helye is kell legyen a vitának arról, hogy mi tartozik ide. És amikor a Nemzeti Alkotmánybíróságok ébredéséről beszélünk, ugye ez hullámokban történik. Az első ilyen hullám az a 2000-es évek elején közepén volt, amikor a lisszaboni szerződés ratifikációja kapcsán minden Nemzeti Alkotmánybíróság megnyilvánult, szerintem ezt jelenti az alkotmányos identitás. Ebben mi tartozik bele? Mondjuk a legnagyobb vitát vagy visszhangot kiváltó német Lisszabon döntésnek a kommentáriai, azok egyértelműek abban a tekintetben, hogy családpolitika, oktatáspolitika, szociálpolitika, kulturális kérdések, vallási kérdések, és egyébként már ott is megjelenik, hogy feltehetően a migráció egyes összefüggései is ezekhez kapcsolódóan az alkotmányos identitás körébe tartoznak. Mindegyiket megkérdőjelezik most, amit felsoroltál, mindegyiket. Igen, és, ugye, és most pedig egy másik támadási felületen tapasztalható ez az ébredő erő, ugye itt 2020 május 5-éről beszélek, amikor a Német Alkotmánybíróság ugye a... Ébredő erő, bocsánat, utópiáról beszéltem az előbb, az ébredő erő. Igen, bocsánat, tehát hogy a Német Alkotmánybíróság ugye neki ment az európai intézményeknek, és azt mondta, hogy hatáskörükön túl léptek, és aztán ez elindított egy második lavinát, erre rácsatlakoztak a finnek például, akik szintén ugye már most gazdasági kontextusban hatáskör túllépést állapítottak meg, és nyilván ez egy adok-kapok alapvetően, ilyenkor mondjam, erősödnek az ellenreakciók adott esetben, és nagyon furcsa helyzeteket tud produkálni ez az egész, és itt most összekötném kicsit a jogállamiságot és a migrációt, ha megnézzük a lengyel helyzetet, most ott vagyunk, hogy naponta 5 milliós kötbért szeretnének egy szinten kivetni ugye Lengyelország ellen szankciós jelleggel, viszont szembesülnek azzal, hogy legalább ugyanennyi, hanem kétszer ennyi napi költsége lesz annak, hogy a migrációs nyomást ugye megállítsák a belorusz határon. Ez a kettősség, ez nem tudom, hogy kezelhető, mert itt vannak jogi és politikai eljárások egymással párhuzamosan. Tartozik követel. Igen, természetesen. Csak azt mondom, hogy itt a migráció, a jogállamiság, és az identitás és a Nemzeti Alkotmánybíróságok ébredése ugye összekapcsolódik, és ez nagyon érdekes gyújtópontja lesz annak, hogy innen hova megyünk. Itt most nyilván be lehetne keverni, de a kettős mércét is, mert Magyarországnak is volt gondja a migrációval, és ugye ezzel kapcsolatos bánásmódot mi nagyon jól ismerjük. Kíváncsi leszek, vagy lennék arra, hogy a lengyelekkel ez a bánásmód, ez mennyiben fog majd megváltozni adott esetben. Egy 40 milliós nagy nemzetről van szó. Finomabban kell vele bánni, és ráadásul, ha belegondolunk, hogy a V4-ek gazdasági erőben és lakosságszámban hol tartanak, ez már egy tényező, amivel nem lehet mit kezdeni. Ez így van. Tehát, hogyha egy V4 együtt szólal meg, akkor arra már sokkal jobban oda tudok figyelni, és Lengyelországot ne felejtsük el, hogy a történetben többször is, ugye, szabad így mondanom, felosztották. Tehát Lengyelországnak van egy olyan szabad erkölcsi alapja, és mikor megszólal, hogy nagyon nehéz más nemzeteknek, most nem akarok nemzeteket megnevezni, ugye gyakorlatilag felszólalni Lengyelországgal szemben élesen. De én a legnagyobb problémát hozzá kell tenni, abban látom, hogy Európában az európai intézményi egyensúly felbomlott. Tehát tulajdonképpen, amikor az európai intézményekről beszélünk, akkor látni kell, és ugye ezt naponta tapasztalom, hogy az Európai Parlament túlhatalmat kapott. És ez egy problémának látom. Tudni, minden ügyben úgy gondolja, hogy joga van megszólalni, tehát független attól, mi tartozik a hatáskörébe. És ebben egyébként adott esetben a te ellenvéleményedet, vagy a hasonlóan gondolkodók ellenvéleményét egyáltalán meghallgatja a parlament? Hát, vagy lesöpri? Én azt gondolom, hogy ez utóbbit tudom mondani, természetesen ugye kapunk felszólalási időt, egy percet, ugye elmondhatjuk, de ott van egy közvélekedés ugye a bal oldalon, hogy vannak az Európa pártiak, és vannak az anti-európaiak. Tehát mindenki, akinek van véleménye és esetleg kritikája, az automatikusan megkap egy olyan jelzőt, hogy ő az anti-európai erőköz tartozik. Én ezt mindig kikérem magamnak, azt, hogy kéne szépen álljunk meg, én ugyanen európai polgár vagyok, számomra ugyanolyan fontos az európai kontinens, az európai integráció, csak éppen
éppen más aspektusból nézem a dolgokat, mint ők. Mert az ő érvelésüknek a lényege az, hogy tulajdonképpen az európai kormány, idézőjelben tényleg esett szó a bizottság, az nagyon erős kontrollat működjön. Tehát tulajdonképpen valamikor az volt a dolog, hogy az európai közérdeket képviselő a bizottság, és semleges. Ehhez képest ez teljes mértékben felborult, szerintem, és ennek megfelelően ez egy politikai szervként működik, de alapvetően nagyon tart az Európai Parlamenttől. És az Európai Parlament elé citálható az Európai Biztos, az Európai Biztossal szemben bizalmatlanság indítható, megbuktatható egy bizottság, ergo gyakorlatilag a parlamentnek az erejétől nagyon tart. Az Európai Tanács pedig felhigult. Az Európai Tanácsnak az konklúzióit, hogyha elolvassuk, hát abban most már legyünk őszinték, azért eléggé sok lágy megfogalmazások vannak, noha ennek a szervnek kéne adni a politikai orientációt. Tehát az Európai Tanács gyengült, és az Európai Parlament direkt ebbe az irányba is megy, hogy a többi szervet gyengítse, egy valódi európai törvényhozó hatalom legyen, tehát olyan legyen, aki gyakorlatilag helyettesíti majd a nemzeti parlamenteket, és tulajdonképpen ugye a tagállamokat is, a tanácsból egy második kamarát akar csinálni, tehát tulajdonképpen a parlamentnek egy felsőháza legyen, de jól tudjuk, hogy a második kamarák azok mindig gyengébb kamarák. Tehát egy nagyon tudatos gondolkodással állunk szemben. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni, mi fog itt történni, mert a Európa történelmével 20-30-40 év a semmi, legyünk őszinték. Itt van egy folyamat, és ez a folyamat, ez napról napról. Az Európai Parlament logikája, 100 egységet követelek, ebből megkapok 30-at, már nyertes vagyok, pont. Majd utána megint fogok követelni 100-at, abból megint 25-öt megkapok, és ebbe az irányba megyünk el, és akkor egy vertikális rendszerben vagyunk, ahol a tagállamoknak idézővetéve a jogkörei kiüresednek, az egyik, a gondolkodási szabadsága is idézővetéve beszűkül, és alapvetően egy egyesült európai államokba megyünk, amelyik, legyünk őszinték, teljesen idegen a mi kontinensüktől. Ez a fajta európai integráció szellemiség, amit én látok, hogy kialakulóban van. Akkor most azt mondom, hogy ez egyfajta neobolsevizmus. Az előbb már említettem ezt a könyvet, és megmutatom a nézőknek is. Az a címe, hogy Európai Körkép, Gábor és László a szerzői, és gyakorlatilag egy olyan, hát hogy is mondjam, lenyomatot képez, hogy minden országot, minden európai országot ugyanazon szempontok alapján vizsgál, ezeket detektálja, és gyakorlatilag egyfajta korrajzot ad. Csak ki akarok mondani, hogy én nem vagyok szerző, szerkesztő vagyok, Súlyok Márton, ugye, a két példák mellettem, Latú Árpád, Sándor Lénárt és többiek még a szerzők. Felolvashatom az egészet, de valóban csak vagytok a szerkesztők, ez igaz, csak itt. Igen, ez írva vagyon, úgyhogy hogy ebben egy nagyon fontos elem a család. És ugye, hogyha belegondolunk, hogy nyugat-európai egyes országaihoz képest itthon nagyon jó helyzet a családpolitikát illetően, és a magyar családvédelmi rendszer legfontosabb védvonala az alkotmány. Amíg Magyarországon ennek a védvonalnak a megerősítése érdekében nemzeti konzultációkat és népszavazásokat tartanak, addig Nyugat-Európában és Brüsszelben soha senki nem kérdezte meg az embereket, sem az LMBTQ propagandáról, sem pedig a migrációról. És ez alapján azt hiszem olyan dolgok merülnek föl, amelyek már sokkal szélesebb kontextusba helyezik ezt a dolgot. Tehát már nem csupán Európáról van szó, itt már bejön a cancel culture, bejön a woke mozgalom, bejön a Black Lives Matter, amely el akarja törölni az All Lives Matter-nek az elveit. Tehát itt nagyon komoly problémák kezdenek lenni. Ez 2021-es ténykép. Mi lesz 2030-ban, Gábor? Húha. Hát 2030... A család, akkor csak a családhoz kössük. Igen, tehát ugye ezt már említettem, hogy gyakorlatilag nincsen definíciója a család fogalmának, és ugye olyan gyakorlatilag egy, hogy is mondjam, veszélyt jelent, hiszen ez alapvetően meghatározza a társadalmaknak a tradícióit, kultúráját, identitását, azt, hogy mit gondolunk magáról, az emberről, a családról, milyen jövőképünk van, mit szeretnénk elérni, hova szeretnénk eljutni. És a család fogalma nem véletlenül a szerződése szerint és ugye a szociálpolitika területén található, tehát gyakorlatilag nemzeti hatáskörben helyezhető ez a kérdéskör, mert kétségtelen, hogy pont emiatt van a probléma, hogy a
uniós intézmények vonatkozásában, a saját alkalmazottaik vonatkozásában eltérően szabályozhatják ezt a kérdéskört, ami viszont kiterjesztő értelemezéssel megpróbálják a nemzeti gyakorlatokat felülírni, és hát kérdés az, hogy ez a mostani tanácsnoki vélemény, főtanácsnoki vélemény, illetve majd az a döntés, ami majd meg fog születni, ez milyen úton fog tovább fejlődni, és pont ilyen típusú megközelítés alapján milyen veszélyeket fog hordozni. De hát nem az az igazi veszély, Márton, hogy ebben az ügyben, és ezt mindenkitől kérdezem, hogy tulajdonképpen a társadalom alapszövetének a legfontosabb molekuláját, ugyanis ha nem létezik a család, akkor a társadalom alapszövete felbomlik. Azt próbálják megszüntetni ezáltal. Hát ha megszüntetni nem is, de elrelativizálni és elmosni egy kicsikét a kontúrokat, mert nyilván minél nagyobb egységben gondolkodunk, minél annál inkább nagyobb... kiterjeszted, annál inkább a megszűnés felé mozdul el. Minél nagyobb halmaznak a neve ugyanaz, annál inkább, vagy annál kevésbé jellemző a halmazra maga a név. Pont erre akartam rátérni, igen, hogy minél nagyobb az esernyő, ugye, ami alatt együtt állunk, annál nagyobb az uniformizációs törekvés, és ez ugye nem csak a család fogalma kapcsán, de bocsánat, aktuális, akár a nyelvhasználat kapcsán is elég markánsan megjelenik, de ha már identitás és család és alapfogalmak és markerek, ugye, a család is, a nyelv is, az az identitásunknak az alapvető markere. Na most az Európai Unió azt mondja, hogy milyen erős az európai identitás, és közben pedig olyan törekvéseket látunk, hogy minden egyes európai tradícióra utaló nyomot még a nyelvezetből is ki szeretnének ugye ölni. Ez egy kontraproduktív tevékenység, mert ezzel pont azt mondják, hogy nincs is igazából európai identitás, mert hát feloldódunk a saját környezetünkben, és teljesen uniform, ugye kifelé látszólag egységes, de belülről igenis megosztott integrációnak a képét vetíti ez számomra előre, és ez mondjuk nem egy jó irány szám. Gábor? Pont azon gondolkoztam, hogyha mégis engednék annak a, hogy mondjam, egy ilyen természetjogi iskolának, hogy be lehet avatkozni ugye egyes országok ügyeibe, hogy ott most valami alkotmány jogilag megfelele vagy sem, vagy emberi jogilag megfelele vagy sem, akkor lehet, hogy fordítva kéne, és nekünk kéne valamiféle eljárást indítani egy csomó európai ország ellen, mert hogyha azt megengedik, hogy gyerekek nem váltó műtétre menjenek, akár a szüleik beleegyezése nélkül is, az szerintem gyermekbántalmazás, és ezt lehet, hogy még természetjogilag is meg tudnám védeni. Tehát az a helyzet, hogy ez egy tendencia valójában, amit a nagyjából a 60-as évek óta folytat ez a kulturális baloldal, az a lényege, hogy vannak ezek a nevezük hierarchikus intézményeknek, vagy olyan intézményeknek, ahol erős az autoritás szerepe, ugye hadsereg, egyház, iskola, egyetemek, család, és itt szépen mennek végig az összes ilyen intézményen, és minél inkább ki tudják iktatni belőle az autoritást, meg ki tudják iktatni belőle ezt az elemet, annál inkább fel tudják bomlasztani. Tehát az ő érvük ugye az, hogy attól, mert nekem is lehet, attól neked nem lesz rosszabb, de hogyha magát az intézményt változtatom meg, és kiveszem belőle ezt az elemet, akkor megszűnik annak lenni, ami volt. Gyakorlatilag most az más kérdés, hogy ők azt mondják, tehát ugye, hogy ezek tekintélyelvű intézmények, meg elnyomó intézmények. Más felfogásban meg azt mondom, hogy ezek olyan intézmények, amelyek a polgárokat védik. Tehát, hogy az anélkül is védik, hogy esetleg törvényekkel kellene őket körbebástyázni, mert a család az egy ilyen védelmező intézmény, hogyha jól van felfogva az egyház is ilyen védelmező intézmény. Ne felejtsük el a hadsereget egyébként, hogy ott is ugyanezt csinálják nyugaton. Hogy az effektíve, tehát effektíve védelmező intézmény. Védelmező intézmény, és hogy inkább ne legyen az, meg hogy inkább ott is vezessük be az LMBTQ kvótákat és hasonlókat. Kvóta. Tehát szépen minden ilyen intézményen szeretnének végigmenni. Ha azt mondom, van ennek egy jó indulatolvasata, és azt mondom, hogy ezek őszinte álmodozók, akik hisznek abban, hogy ezáltal minden egyén felszabadul, hogyha megfosztjuk őket ezektől a kötelékektől, és van egy kevésbé jó indulatú megfejtésem, hogy ezek cinikus hataloméhes csoportok, amelyek arra törekednek, hogy csak nekik legyen hatalmuk ezek fölött, az emberek fölött. Ugyanis, hogyha én nem tartozom se a családhoz, se más kis közösséghez, faluhoz, egyházhoz, stb., akkor egyedül egy hatalomhoz tartozom. Talán azon egészíteném ki, hogy itt azért látok egyfajta különbséget Közép-Európa és Nyugat-Európa között.
vagy ha szabad így mondanom, a vasfüggönyön innen lévő országok és a szabad, akkor szabad országok között. Akár a vallásról van szó, akár családról, egy szekularizálódott társadalom alakult ki Nyugat-Európában, ahol tulajdonképpen az individualizmusnak az álláspontjával, az egyházat is igazából egy olyan magánügynek tekintik, ami igazából már nem jelent közösséget, a gyakorlatilag a család sem jelent közösséget. Nálunk az egyház, az Erzsi Király egy nagyon fontos szereplő volt, még annak el voltak békepapok, de mégis egyfajta védelmi reflexiót adott a kommunizmusban. Tehát nálunk ezek az egységek nagyon fontos szereplők voltak, és igazából az, hogy meg tudtunk maradni. Tehát a magyarságunkat meg tudtuk őrizni, és volt egy ellenálló képességünk is, akár 56-ra gondolok, akár gyakorlatilag azzal, hogy szolidárisak voltunk a lengyelekkel, a csehekkel, belül legalábbis, ha nem is tudtunk kimenni nyilván, de megvolt bennünk az az ösztön, ami alapvetően akár a valláshoz, akár a családi közösségekhez kötött, tehát volt egy jelentősége. Ezzel szemben Nyugat-Európában ezek felbomlottak addigra. És ezért a kettő teljesen, szabad így mondom, eltérő irányban mozog. Hát, hogy belegondolok arra, mindig ezt szoktam példaként hozni a diákjaim, hallgatóinak is, hogy nézzük meg a házasságot. A házasságnak Nyugat-Európában a fogalma egész Nyugat-Európában átalakult. Közép-Európa védelmezi ezt, de miért? Nyugat-Európában ezt jogként fogják föl, szabadságként fogják és egyenlőségként. Ezzel szemben a közép-európai országok ezt intézménynek tekintik, nem jognak, hanem intézménynek, és mint intézmény védelmi kötelezettséget tesznek hozzá, amit védeni kell. Ez Nyugat-Európában nem intézmény, hanem jog, szabadságjog, idézővet éve, és egyenlőség van, ennek megfelelmények, és innentől jön az eltérés, például az iskola. Mert ugye, hogyha két azonos nemű házasság van, tehát két azonos értékű házasság van, akkor nyilván Nyugat-Európán gyerekeknek ezt oktatni kell. Mert hogy nézne az ki, hogyha azonos értékű, és akkor nem oktatják a gyerekeknek. Tehát ott evidenciának tekintik. Mi meg azt mondjuk, hogy na, ez a ti ügyetek, te ezt nyugodtan csináljátok, mi másképpen gondolkodunk ebben a dologban. Nekünk van egy intézményvédelmi kötelezettségünk ezzel az intézménnyel szemben. És itt óriási filozófiai differenciák is vannak, és azok az eltérő történelmi helyzetek, hogy az egyes országoknak mi volt a, szabad így mondani, a beágyazottsága az elmúlt 50 évben. Nem lehet Közép-Európa és Nyugat-Európa helyzetét azonossá megítélni. Mert nagyok voltak az eltérések. Bocsánat, de nekem van egy, hát hogy is mondjam, rögeszmém. Történész vagyok, és valahányszor körbenézek a körülöttem lévő világban, az az érzésem, hogy valahol a 20-as évek Németország, a Weimári köztársaság időszakában vagyunk, amikor a minden létező tagadása volt, ugye, aki mondjuk nem történészként viszonyul hozzá, ha megnézi a Kabaré című filmet, akkor zseniálisan látja ennek a korszaknak a létezését, amely akció egy nagyon durva reakciót váltott ki. Nyilván ezt a fajta durva reakciót, tehát a hitlerizmus kialakulását, ezt a durva reakciót meg kell előzni, meg senki nem szeretné, hogy ilyen legyen, de nem lehetséges, hogy egyfajta reakció készül arra a túlzott. Én nem akarok monopolizálni a szót, csak én azt gondolom, hogy Európa egy nagyon komoly válságidőszakban van. Igen. Tehát ha szabad így mondanom, nézzük meg igazából... Mi az, ami nincs válságban? Tudsz olyat mondani, ami Európában ebben a pillanatban nincs nehéz, válságban? Én a válságokat jobban látom, hozzá kell tenni. Én azért szeretem Európát, és azért vannak olyan értékek, amit fontosnak tartok. Például, amikor a hallgatóimnak azt tudom mondani, Erasmus program van, az egy pozitív dolog. Amikor be tudok ülni a kocsiba, és el tudok menni Párizsig kontroll nélkül, akkor azt mondom, vannak értékek, amik fontosak, is az integrációhoz kötnek. De hát ezek... addig, amíg nem volt migrációs válság, és nem indult be a COVID-mizéria. Most viszont Európa nagyon komoly válságban van, és ez gazdasági válság, morális válság, hozzá kell tenni, pénzügyi válság, migrációs válság, pandémia, stb. Tehát olyan nehéz helyzetben van Európa, mint régen volt. És akkor ebben jön az ideológiai vita. Hozzá kell tenni, ahelyett, hogy a valódi kérdésekre koncentrálunk, szerintem álkérdéseket folytatunk. És az álkérdés az olyan, most akkor jogállam, visszatérünk oda, ahol kezdtük, ez innentől kezdve egy álviták indulnak be, és ez nem az európai egységet fogja, ez elősegíteni. De kiváló figyelemelterelés. Tehát egy komoly, nagyon komoly válsági időszakban vagyunk Európában. Még a Gáborra, illetve professzor úrra reagálnék annyiban, hogy
van olyan felvetés egyébként közjogi kereteken belül is, meg közjogászok között is, hogy nekünk kéne valamiféle eljárásokat indítani, és itt a nekünkön ugye a tagállamokat igen, értem. Igen, itt az akció-reakció és viszont igen. reakció. És itt meg most arra utalok konkrétan, hogy fölvetődött ez is, többek között német volt alkotmánybírók, meg jelenlegi alkotmánybírók szájából hangzott el, hogy a nemzeti alkotmánybíróságoknak ezen ébredésük keretében úgymond fordított előzetes döntéshozatalt kellene indítani, tehát mindig, amikor az uniós jog behatol a nemzeti alkotmányjog területére, és valami vörös zászló ugye fölvillan, akkor a nemzeti alkotmánybíróságok közösen ezen bírói párbeszéd keretében egységesen, nyilván úgy egységesen, hogy mindenki saját igen. maga, de mégis egységes frontot képviselve, kérdést intézzenek ugye egyrészt az Unió Bíróságához, illetve az Unió Bíróságának kérdést kelljen intézni ezen nemzeti alkotmánybíróságokhoz, hogy most akkor mit évők legyünk? Hogyan nem tiporjuk el az autonómiát gyakorlatilag, mert hát ha most föderatív államban, vagy föderatív elképzelésben gondolkodunk, mint Európai Unió, azért ha az amerikai mintát nézzük, ugye szupremácia, autonómia és részvétel, az autonómia ebből egy nagyon fontos dolog, tehát nem szabad bedarálni a nemzeti szintet és annak intézményeit, mert akkor az nem lesz egy akármilyen szintű föderáció. Szintén egyébként Európában az autonómia nagyon magas szintet képvisel, az más kérdés, hogy megpróbálják eltörölni. A másik probléma az, hogy igazából, ahogy említette az előbb, hogy az európai polgárokat nem is kérdezik meg ezekről a kérdésekről, és jó példa erre a holland népszavazási intézménynek a kérdésköre, hiszen bevezették 2014-ben, azt hiszem, 2013-ban a véleménynyilvánító népszavazás lehetőségét Hollandiába, tartottak kettőt is, és mivel nem egyezett a kormánynak a véleményével, meg is szüntették azon nyomban, tehát nem is lehetséges már újfent Hollandiában véleménynyilvánító népszavazást tartani. Juncker raport egy nyilatkozat az óriási, akkor azt mondtam, hogy a francia népszavazás volt, ugye, jó, legyen népszavazás. Ha jó az eredmény, az jó, ha netántán elbukunk, akkor is megyünk tovább. Pont, tehát tulajdonképpen én nagyon egyszerűen meg lehetett oldani a dolgot, ezt szó szerint mondta hozzá kell tenni. Tehát semmi gond, akkor is megyünk tovább. És ha emlékezünk vissza Írországban, amikor az írek ugye leszavazták kétszer is, ugye hozzáket előfordult az, hogy egy európai uniós kérdés leszavaztak, hát akkor a derék íreket addig kell odahívni az urnához, mi meg fogják szavazni. És akkor meg is szavazták már másodszor, amelyek is ugye két mondatot beletettek, stb. Ez mindig lehet kozmetikázni. Tehát a probléma az, hogy a népszavazástól borzasztóan félnek, mint az ördög a tömjén füsttől, hogy európai kérdésben népszavazást tartanak. Hát ugye ez jól láttuk az a számok. Ismerjük, ahol eddig volt népszavazás, lásd még a Brexitet, még ide sem hozom, ez mindig veszélyes. Ez sokkal jobb viszont azt mondani, hogy Future of Europe, hogy most akkor az európai jövőre nagy konferenciát szervezek. És akkor 15 ezer ember az 500 millióból küldött különböző ötleteket, és akkor rögtön az európai nép megszólalt, és akkor ugye ez hatalmas sikerként van ugye elkönyvelve, hogy 15 ezer ember a 450 vagy 500 millióból hozzászólt. Igen, de az, ezek szóval lehet látni egyébként, hogy ez egy kicsit álszent dolog, ez egész konferencia, mert azért legyünk őszinték, hogy körülbelül tudjuk, hogy milyen irányokba akarnak elmenni. Gábor. Hát meg akkor, hogyha nem jól szavaznak, akkor ugye újra szavaztatják őket. De egyébként amit a két rossz tendenciát is látok, szerintem rosszabb helyzetben vagyunk egyébként bizonyos szempontból, mint a Weimári Köztársaság, tehát nem nyugtatni akarlak ezzel a kérdés. Az egyik az, hogy amit ugye látunk az Európai Uniós állásfoglalásokban, az gyakorlatilag a Brezsnyev doktrinának egy ilyen felújított változata. Ez az egyik problémám. A másik problémám meg az, hogy azért mondtam, hogy rosszabb helyzetben vagyunk, mint Weimar, mert az új német kormány az gyakorlatilag így bejelenti, hogy ők egy ilyen szuperállamot akarnak, meg azonnal megalapítják közfelkiáltással az Egyesült Európai Államokat. Hát ember legyen a talpán, aki azt kibírja, hogyha még egyszer a németek így Európát ilyen egységként kezelik. Tehát ez valahol igaz, hogy igen. Számos alkalommal kapok olyan dokumentumokat, akár egy oldal, hogy olvasom, minden szót értek, és mégsem tudom, mit akarnak mondani. Tehát tele van lózunggal. Tehát ilyen szempontból valóban vannak ilyen, nagyon sok ilyen dokumentumok. De ez a legjobb, mert ez sokféleképpen magyarázható. Tehát igen, igen. Az értelmezés hihetetlenül fontos. Van körülbelül 3 percünk még ebből az adásból, nagyon gyorsan elment az idő. Szerintetek, és próbáljuk most itt összefoglalni ennél az asztalnál, merre tart az Unió? Nyilván nem elég rá 3 perc, de azért próbáljuk összeszedni. Gábor?
Hát én nekem a legnagyobb aggodalmam az, hogy a technológiai kihívásokra nem tudunk választani. Egyrészt van egy nagyon alacsony fokú digitalizációs képesség, ami azt mutatja, hogy a nagy vetétársak, lásd USA, Kína, Távol-Kelet, EU-t véve jelentősen lehagyja ezt a térséget. Egyrészt, másrészt meg az ezzel kapcsolatos biztonsági, emberi jogi kihívások ugyanúgy jelentkeznek, tehát az, hogyha adatainkat hol tárolják, tehát nincs meg ez a függetlenségünk a technológia oldaláról, és akkor ide bejön az, amit már beszéltünk a családfogalma kapcsán, ugye a nem váltó műtétek kapcsán is, hogy az is a technológia teszi lehetővé, mert gondoljunk bele, hogy a 80-as, 90-es években indultak meg ezek a szépészeti beavatkozások, ugye a szilikon csodák megjelenésével, de ezek lehetővé tettek olyan dolgokat is, amelyekre egyébként mondjuk 10-15 éve ezelőtt nem is gondoltunk is, és ezek a veszélyek fognak jelentkezni. 2 perc, Márton. Hát még azt tudnám talán kiemelni, hogy nem abba az irányba megyünk, de talán ebbe az irányba kellene haladni, hogy a kölcsönös megértés az ugye kicsit jobban benne legyen a politikai és jogi folyamatokban, mert a süketek párbeszédéből sok dolog még nem igazán sült ki jól. És vannak nagyon ezt a konfliktust exponáló helyzetek, lásd mondjuk a lengyel ügy, ami ugye tovább terjed, és itt az Európai Unió jövőjéről beszélünk szűken, de azért azt tudni kell, hogy Európa jövőjéről folyik a konferencia, tehát itt az Európa Tanács, a Strasburgi Bíróság, az Európa Tanácsi Intézmények is nagyon fontos szerepet vállalnak ebben a vitában, és a lengyelek ugye most mindkét irányba kinyitották ezt a kérdést. Gábor, én azt hiszem, hogy László, tiéd a végszó. Az eljelentéktelenedés felé halad önmagától az Európai Unió, ennek egyben egy részben oka az, hogy ugye nem tudja felvenni a versenyt a való életben a többi nagyhatalommal, tehát hogy valójában nem nagyhatalom az Európai Unió ma, hogyha összevetjük az Egyesült Államokkal, vagy mondjuk Kínával. Tehát technológiában, kereskedelemben, hadászat, hogy katonai iparban sehol meg sem közelíti, technológia, high-tech sehol nincsen Európa. És ennek ez, a probléma az, hogy én azt látom, hogy ezért épp ezért ezekben a szimbolikus ideológiai kérdésekben egyre erőszakosabbak lesznek. Hát én annyit gondolom, hogy Európát jogilag mindig lehet egyesíteni, ez nincs probléma, de ugyanakkor a kulturális egyesítést én nem látom jelenleg, azért se látom, mert a kulturális eltérések nagyok, és ezt tiszteletben is kell tartani, ezt a sokszínűséget, és ez így is van rendjén. Ugyanakkor az, hogy 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz, nem jelenti az, hogy ez a kontinens egyesült volna. Tehát vannak szakadékok, hozzá kell tenni, és ezeket, amikor csak kölcsönös tisztelettel és beszélgetésekkel lehet igazából áthidalni, parancsuralommal és erőszakkal nem fogjuk tudni Európa egységét elérni. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Azt gondolom, hogy ez egy olyan történet, amit még sokáig fogunk folytatni. Ezt a könyvet pedig javaslom és ajánlom mindenkinek, aki látni akarja, hogy jelen pillanatban milyen helyzetben van Európa. Önök az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is. Hétfőn este az Ez itt a kérdés műsorában a keresztény értékek megőrzéséről lesz szó. Tartsanak velünk akkor is, én kollégáim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.